Hazajöttünk a kórházból, végre itthon. Az igényeim azonosak a gyerekével. Alvás, evés, fürdés, vécé. Indul a kitettségi hatás. Minek van egy anya kitéve? Egy újszülöttnek, nagy érzelmeknek, a test változásainak, alváshiánynak, hormonoknak, felelősségnek, fülrepesztő sírásnak, az érzésnek, hogy már soha nem lesz olyan, mint előtte volt. Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Baby Blues Workshop, a Baby Boom című közösségi előadás a MUSZ Színházban május utolsó szombatján. Most már tényleg sietnünk kell, legalább ne késünk el. Ne késünk, hogyha ugrott a kettesben randi. Folyamatos interakció van anyuka és kisgyermek között a darabban. Igyekszünk úgy alakítani a helyzetet, hogy ők mindig komfortosan érezzék magukat közben, és nyilván van egy váza a dolognak, de hogy közben mi történik, annak azért van némi rugalmassága. A néző a Baby Boomban kisbabás anyukáikat és gyermekeiket láthatta a színpadon. A szülővé válásról és az utána következő első év tapasztalatairól szóló saját történeteken alapuló közösségi előadás tétje, hogy az anyaság és a kisbabalét ne szoruljon ki a láthatóság tereiből, és ne is legyen beburkolva a politikai korrektség általános cukiság mázába. Életem egyik legjobb döntése volt, amikor táncolni kezdtem. Igen. Már csak azért is, mert anélkül nem születhetett volna meg a kis hölgy, hiszen az édesapjával is ott találkoztunk. Az egyik kérdés felvetése a darabnak, hogy akkor kontroll, hogy mi az, amit mi kontrollálunk, és mi az, amit az élet, amit a babáikat jelenti, meg az, hogy az anyaság egy olyan dolog, ahol a fókusz az hirtelen így saját magadról áttevődik valaki másra. És ez így bele van gondolva a darabba. Tehát ha egy baba interakciót kezdeményez, akkor annak hagyunk helyet, hogy megtörténjen. Viszont van tényleg egy forgatókönyv, amin végig kell menni, és akkor ennek a kettőnek van egy feszültsége. Szóval lehet nézni babákat és anyukákat, nagyon különböző babákat és különböző anyukákat, és ez a legizgalmasabb benne, hogy ők hogyan vannak együtt, és hogyan csinálnak együtt egy harmadik nagyobb dolgot. A puszta kitettség egyszerre szociálpszichológiai, és mivel szemlélhető testekről van szó, színházi jelenség. A rendező és a szereplők a társadalmi terek helyett egy black box színpadra helyezték a babákat. Ezúttal nem kellett jól viselkedni, szabadon lehetett szoptatni, karattyolni és bömbölni, és mindezt kivételesen még a közönség is megnézhette.